A két csapat tavalyi helyezését első, illetve második, és a jelenlegi tabellán elfoglalt pozíciókat tekintve is rangadót játszott a Cegléd és a Sunshine Nyikse. Szép számú közönség előtt az első negyedben fej-fej mellett haladtak a csapatok, 10 perc játék után a vendégek álltak jobban egy ponttal. A második negyedben 6 pontot tett hozzá előnyéhez a Cegléd, fordulás után pedig ellépett ellenfelétől az éllovas. Az utolsó 10 perc ugyan a házigazdának sikerült jobban, de így is 15 pontos vendégsikerrel zárult a rangadó. Azt tudtuk, hogy a tavalyi bajnoki szezonhoz képest ők erősödtek. Két idegenlégiós, új idegenlégiós került hozzájuk, illetve a csapat magja NB1-et megjárt, elsősorban a Szolnok utánpótlásában, szolnoki csapatban palírozott játékosokról van szó, tehát egy nagyon képzett és szerkezetben is jó csapatról lévén szó. Mi pedig talán azt mondhatom, hogy összességében a tavalyihoz képest gyengültünk. Viszont a sportember, új sportember, hogy, és mi is úgy készültünk, hogy hazai pályán szeretnénk meglepetést okozni, amihez tudtuk, hogy kellenek az extra teljesítmények, elsősorban a kinti dobások. Sajnos ezek nem úgy jöttek be a mérkőzés elején, hátrányba kerültünk, 15-16 pontos hátrányba, azt már a meccs végére nem tudtuk ledolgozni. Az NB2 keleti csoportját a Cegléd vezeti Kidesz győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval álló Szolnokot és a Deac Campus Fesztivál együttesét. A Sunshine Nyikse 7 győzelemmel és 3 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást. Tegnapi edzésen beszéltünk erről az értékelésnél, hogy még kevés ment le, tehát még egy harmada ment le a mérkőzéseknek, illetve hát közelítünk már most már lassan a feléhez. Igazából olyan meccset nem veszítettünk, ahol azt mondom, hogy mi esélyesek lettünk volna, mert a közvetlen riválisok otthonában szenvedtünk Debrecen, illetve Szolnokon vereséget, illetve hát ez a hazai vereség is a realitás talaján maradva borítékolható volt. Én azt gondolom, hogy akár lehetett volna ez az utóbbi mérkőzés nagyobb arányú is, de a végjátékból mi jöttünk ki jobban, és azért egy tisztes vereséget szenvedtünk. Összkép alapján én azt gondolom, hogy a realitás talaján maradva ott vagyunk, ahol most a csapatjáték ereje mutatkozik. A Sunshine Nyikse pénteken ismét hazai környezetben lép pályára, 19 órai kezdettel a Vásárhelyi Kosár Sulit fogadja Kovács Tibor együttes a Bánki csarnokában.